A pandémia miatt csak szűk körben a járványügyi szabályokat betartva emlékeztek meg városunkban Kovács Mihály huszárezredesre. Nagy kunsági köznemes családból származott. Az osztrák örökösödési háborúban a Jászkun huszárezred zászlósa. 1746-ban porosz szolgálatba szegődött, 1752-ben zászlós és 1757-ben másodhadnagy. A 7 éves háborúban az osztrákok ellen harcolt. 1761-ben kilépett a porosz hadseregből és Magyarországon keresztül Lengyelországba akart távozni. Mielőtt azonban átlépte a határt, az osztrákok elfogták és Bécsbe szállították. Mária Terézia szabadon bocsátotta, és őrnaggyá nevezte ki. Én körülbelül egy másfél évvel ezelőtt, még éppen a pandémia előtt vettem át a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöki pozícióját, addig is igyekeztem lelkes aktív tagja lenni, és magam sem gondoltam, hogy amiután átveszem, sajnos ilyen körülmények között kell az elnöki teendőimet ellátni. Ennek ellenére nyilvánvalóan próbáljuk ápolni egyrészt a huszártiszt szellemiségét, annak hagyományait, nyilvánvalóan harcakhoz ugye emblematikusan kötődik. Másrészt én ennek az iskolának a diákja voltam, és mint Gold Kovácsos diák úgy gondolom, hogy tartozom annyival a Gold iskolának, a kiváló tanári karnak, hogy a mai napig az iskolai szellemiséget is képviselem. Mindezek fényében talán a legkevesebb, amit tehetek, hogy minden évben megemlékezek a méltó tisztelettel, ugye a Kovács Mihály emléknapok alkalmával, az iskola alapítóról, az iskola névadóról, illetve magáról az iskolai szellemiségről. Tanáremberként egyébként én úgy gondolom, hogy a lokális kultúrát pedig ápolnunk szükséges, és mint ilyen a Baráti Társaság Egyesületet, a Kovács Mihály Baráti Társaság tagságába is igyekszek egyébként fiatalokat, öreg diákokat bevonzani. Nyilvánvalóan ezúton is megragadom a lehetőséget, felhívom rá a figyelmet, hogy a lehetőség adott. Volt kovácsosokat nagyon nagy szeretettel látunk, programokat tervezünk, aktívabb szerepet kívánunk a város életében betölteni. Az sem titok, hogy éppen készülőben van egy Kovács Mihály kötet, egy elég komoly, az Irényi Katonai Könyvkiadó gondozásában két nyelven, tehát angol és magyar nyelven teljes fordításban megjelenő kötet, amely akár karcag, akár az ország számára ismertebbé teszi Kovács Mihály személyét. Tulajdonképpen akár e kötet szerzőjeként, akár az egyesület elnökeként, akár volt kovácsos diákként, én úgy gondolom, hogy lehetőségeimhez mérten igyekszem öregbíteni az iskola és a névadó kultúráját, hírnevét, hagyományait. 1773-tól 1775-ig 100 országban élt, ahol ismét érintkezésbe lépett lengyel emigránsokkal, elsősorban Kazimierz Pulaszki, Pulaszki Kázmér gróffal. 1776. augusztusában Olasz és Franciaországba távozott. 1777. január 13-án Franciaországból latin nyelvű levelet írt Benjamin Franklinnek. Amerikába távozott. Minden évben megünnepeltük méltó módon, évek hosszú sora óta a Kovács Mihály emléknapok keretében a Kovács kapunál lévő ünnepség sorozatot is. Ez mindenkor része volt a Kovács Mihály emléknapok programjának, mint ahogy most is, sajátosan a maga módján. Amikor létrehoztuk ezt az esemény sorozatot, kölcsönösen az iskolával, az akkori iskolavezetés nagyon készséges volt. Ezek mindenkor nagy-nagy rendezvények és ünnepségek voltak. Hát először is nagyon fontos, hogy ott van ez a csodálatosan szép Kovács emlékpark, benne a csodálatos Kovács kapuval, Györfi Sándor alkotásával, amelyre méltón büszkék lehetünk, és ez méltón egész évben várja oda a látogatókat. A városgondnokság mindig rendbe tartja, példaértékű a park, a környezete, és az ott lévő emberek, meg akik arra járnak, annak a városrésznek a lakói mindenkor nagy-nagy örömmel fogadták az ünnepséget is, és mindenkor büszkék arra, hogy ők abba a történelmi környezetbe élnek, élhetnek, és egy emlékhely, amely mindenkor emlékezteti őket az egykori hős katonára. És ez az emlék ünnepség, amely korábban, ahogy említettem, mindenkor az iskola tanulóinak részvételével, akkor a huszárok, akik mindenkor megtisztelték, mint ahogyan most is, és gyakorlatilag
a város, az ott lévő lakóknak az ott létével szerveződtek, és mindenkor mindenki nagyon örült, amikor ezen az ünnepségen részt vehetett. A mai helyzet az idei is sajátos, hiszen koszorúzásra került sor csupán, de ez is nagyon örvendetes, mert megemlékeztünk, ott voltunk, és a huszárok jelenlétével, az iskola vezetés, a tankerület vezetésével, az intézmény vezetésével, és természetesen a média jelenlétével emlékezettessé teszi. És ezt én köszönöm, és bízunk benne, hogy a következő évben bizonyára már eredeti formájában szervezhetjük. 1777 tavaszán érkezett Bostonba. Jelentkezett az amerikai hadseregbe. Fogadta őt George Washington tábornok is, és 1778-ban az amerikai kongresszus javaslata nyomán a Pulaski légió kiképző tisztjének nevezte ki. Kovács készítette el az amerikai lovasság első szabályzatát. Előbb New Jersey északnyugati részén harcolt az angolok és az általuk felbiztatott indiánok ellen, majd Karolinába vezényelték Lincoln tábornok támogatására. Charleston ostrománál esett el, ahol szobrot is állítottak neki. Kovács Mihály huszárezredes, karcagi származású, itt született Karcagon, majd pedig elkerült Amerikába, Charlestonba, és ott élt a hivatásának, és a charlestoni csatában úgymond hősi halált halt. Őrá emlékezünk mindig ilyenkor májusban, hiszen az iskola, Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény 1992. május 11-én vette föl a huszárezredesnek a nevét. Ezért azóta minden évben az iskola, illetve a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület és a Kovács Mihály Huszárbandérium közösen megemlékezik erről az évfordulóról. Én úgy gondolom, hogy Magyarország és kicsi hazánk Karcag is büszke lehet arra, hogy egy ilyen hős, egy ezredes, egy katonatiszt innen származik, és itt is ápolják, de hazánkban, ugye a fővárosban és már kint Amerikában is ennek komoly kultusza van, és megemlékeznek mindig Kovács Mihályra. Most a pandémiás helyzet körülményei miatt nem tudtunk nagyobb ünnepséget sem szervezni, illetve azok a versenyek, kiállítás sem került, illetve előadások megtartására, amelyek ilyenkor szokásosak, de igen, a gyermekek a tanórákon elővették ezt a témát a pedagógusok irányításával, és beszélgettek Kovács Mihályról, az ő életéről, illetve, hogy az iskola miért is ünnepel ilyenkor május elején.